csókolomot kívánok. Ez már a 8. alkalom, hogy rám ír. Csókolomot kívánok, Tyvid vagyok, ez pedig itt a Wartender. És ebben a részben azt fogom bemutatni, mindezt a sok okosságot, amit ezen a képernyőn lehet látni. Igazából nem mindenre fogok kitérni, én sem, csak azokra, amik szigorúan szükségesek az alapok tudásához. Kezdjük azzal, hogy ugye a VOD-tal ellentétben, na most aki még nem játszott a VOD-tal, annak ezt hiába kezdem el így, de a lényeg az az, hogy ezek nem járműszlotok, hanem ezek legénység szlotok. Tehát most képzeljünk el minden egyes ilyen kis izére egy csapat katonát, akik meg tudnak tanulni egy bizonyos jármű irányítását. Tehát tulajdonképpen ezek a szlotok, ezek itt cserélhetőek, stb. És itt ilyen különböző szeteket lehet itt felállítani, ami úgy néz ki, hogy így. A következő, amit tudni kell, ha szeretnétek a tankotokról valamit megtudni, akkor itt van egy ablakocska, amiben nagyon jól le van írva minden. De a lényeg a lényeg. Egy tanknál mi az, amit nézni érdemes és muszáj? Az egyik az nyilván a páncélzat, amit itt találunk meg. A Hull Armor az tulajdonképpen a tank testének a páncélzata. Mindig úgy kezdődik, hogy a front páncélzattal, aztán az oldal, aztán pedig a hátsó páncélzattal. A torony van alatta, és ugyanazon a vonalon megy. Tehát elől, oldalt, hátul. Nagyon jó. Aztán megkapjuk az ágyúnak a paramétereit, amit itt alul találunk meg. Amit érdemes nézni, az Armor Penetration az nem mérvadó feltétlenül, mert a különböző lőszer típusoknál ez változik. Tehát ezek az adatok, amik itt találhatók, ezek az alap lőszer típusnak a paraméterei. Amire nagyon érdemes figyelni a repülőknél, az, amit ott lent láthatunk, a One Second Burst Mass, ami az egy másodpercre eső, tulajdonképpen ólom, amit kipumpál magából a repülő, amikor valakire rálő. Ez a szám egyértelműen minél nagyobb, annál jobb. A legénység fejlesztésével ezek a számok nyilván csökkennek, illetve nőnek, attól függ, hogy éppen mit nézünk. A következő, amit érdemes tudni, az a Tech Tree. A Tech Tree, ugye a technika fa, ahogy már ugye az előző VOD videómban is felhívtam rá a figyelmet, egy borzasztóan bonyolultnak tűnő, de annál egyszerűbb koncepció. A lényeg az az, hogy ebben a Tech Tree-ben vagy technika fában nem azt kell nézni, hogy hányas tíren van egy bizonyos jármű, hanem azt, hogy mekkora a battle ratingje, amit rögtön a rangja alatt láthattok. Innentől fogva lehet a tankjaitokat csoportosítani battle rating alapján, ugyanis a battle rating a mérvadó, hogyha a csatáról van szó, ez alapján fog berakni a csatába, nem a tier alapján. Ha az árkád csatákat nézzük, akkor az a sor, ami itt van, jelen esetben ez a négy tankom, én ezt a négy tankot, ezt a készletet fogom vinni a csatába, és ezt a négy tank, ez közül a négy tank közül választhatok, hogy melyiket szeretnék először spawnolni. Ha azt kilövik, akkor mivel szeretnék utána másodszorra spawnolni. Ezért is érdemes egy jó sort összerakni, egy jó változatos sort. No most, amit tudni kell, árkádban az egész sorodat viheted, és háromszor újra lehet éledni. Realisztikus csatában egy tankot vihetsz, a szimulátor csatánál pedig, ha jól emlékszem, akkor ugyanezen az elméleten alapul az egész csata struktúra. A közepes tankok azok nagyjából mindenben jók, tehát van rajtuk egy átlagos páncélzat, átlagos tűzerővel rendelkeznek, és mondhatni picivel átlagon felüli mozgékonysággal. A nehéz tankok ugye nyilvánvaló, a nevéből is fakadóan nehéz páncélzattal vannak ellátva, általában a legnagyobb tűzerővel is bírnak a tornyos páncélosok között. Így az ő dolguk az kulcsfontosságú pozíciók megtartása, illetve az előrenyomulás segítése. A könnyű tankok általában gyors manőverek elvégzésére alkalmasak,
könnyű fegyverzettel vannak ellátva, viszont a későbbi szinteken, ha jól tudom, bár nem vagyok benne biztos, már csak ők tudnak tüzérségi támogatást kérni. Az antitank lövegek, na most az ő szerepük az nemzettől függően változó, mert itt a legnagyobb tűzerőt ők képviselik, például az oroszoknál, a németeknél is az egyik legnagyobb tűzerőt ők képviselik, viszont ott kellően a németeknél, tehát az oroszokkal ellentétben, a németeknél olyan erős páncélzattal rendelkeznek ugye a vonal vége felé, hogy tulajdonképpen valamilyen szinten minimálisan használhatók nehéz tankok feladatának elvégzésére. Hát a légielhárító egységek pedig önmagukért beszélnek szerintem, tehát őket nem igazán kell leírnom nektek. Amit még javasolni tudnék ezeken kívül, hogy mindig legyen egy szárnyembered, egy szárnysegéded, tehát valaki, akivel játszol egyedül, a játék egy picit frusztráló tud lenni, illetve arra figyeljetek, hogy a játékban még van egy-két fizikai bug, tehát ami a tankokat illeti, a tankok fizikája szerintem még bőven javításra szorul. Minden esetre egy szórakoztató játék. A következő videóban pedig szeretnék nemzetenként, tehát először mondjuk az amerikaira, aztán a németre, aztán pedig az oroszra, a reserve tankokra, tehát az alaptankokra, amiket alapból megad a játék, ezekre kitérni egy picit röviden. Ennyi. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kellemes napot. Illetve ne felejtsetek el feliratkozni, megosztani a videót, és a többi, hogyha tetszett. Sziasztok!